principiu a kezdet kezdete. Kezdete minden létnek, vége is minden létnek. Mert a kezdet kezdete a legvégső végcél miatt létezik. A buddhizmus alaptétele a karma törvénye. A karma szanszkrit szó, tibetiül le. A létezés örökké való, az élet és a halál körforgása. Az élet és a halál folytonos egymás utánja addig tart, míg valaki képes megszabadítani magát a létezés körforgásából, és eljutni tényleges önmagához. Ezt hívjuk Buddha állapotnak. Amíg valaki ezt el nem éri, az élet és a halál egy végtelen körforgás marad. Ez az élet, amire születünk, az emberi lét, ez egy karma állapot eredménye, amelyet előző életeink alakítottak ki. Minden azon múlik, hogy mit csináltunk előző életünkben. Buddha a következőképpen foglalta ezt össze. Ne cselekedj semmi rosszat, gyűjts össze minden erényt, fékezd meg, irányítsd a tudatodat. Ez Buddha tanítása. A halált nem csak úgy lehet tekinteni, mint elmúlást, hanem úgy is, mint egy új kezdetet. Minden elmúlást egy új keletkezés követ, és minden halált egy új születés. Az élet is és a halál is nem más, mint tapasztalások sora, tapasztalások egymásra következése, amelyek a tudatunkban állandóan felmerülnek és elmúlnak, keletkeznek és szétoszlanak. A tibeti buddhizmusban, ahol a halál utáni tapasztalási tartományt bardónak, átmenet, amit magyarul mondjuk köztes létnek vagy átmeneti állapotnak lehetne fordítani, ugyanezt a kifejezést használják az életre is. Végső soron az életünk is egy köztes lét vagy átmeneti állapot. A tibeti buddhizmusban általában 6 bardóról vagy 6 köztes létformáról beszélnek. Az első a élet bardója maga, az élet köztes állapota.
A második az álom állapot bardója, ami állandóan megszakítja az életfolyamatot, és egy más világba helyez át bennünket, egy másfajta tapasztalást, sitartományt nyit meg. A harmadik a meditáció bardója, vagy köztes állapota, és a további három, az pedig mindegyik a halál utáni állapotra vonatkozik. Az első az magának a haldoklásnak, vagy a meghalás folyamatának a köztes létformája. A második a meghalás után mondjuk a halál állapotának a bardójában való tartózkodás, és az utolsó pedig a úgynevezett újjászületés bardója, egy új új életbe történő belépésnek a folyamata. Most amikor az ember keresztül megy a halál folyamatán, akkor a tudatról fokozatosan lebomlanak a felszínibb rétegek vagy formák, először a fizikai test, aztán a érzékelések, mentális formák. Egészen addig még végül semmi más nem marad, mint ez a végső tiszta lényegisége a tudatnak. Helyesebben ennek mindig van egy a tudatot a buddhizmus úgy képzeli el, mint aminek mindig két arculata van, két egymásról szétválaszthatatlan arculata. Az egyik az a tudás, a megismerés, a tudatosság, vagy a létezésnek az ébersége, és a másik arculata az energia. Az, hogy a tudatban különböző dolgok megformálódnak, a tudatban indítékok vannak jelen, mozog valamerre. Ezeket az energiákat szélnek nevezik. A halál utáni első bardot, a meghalás vagy haldoklás bardóját, azt elsősorban ez a felbomlási folyamatnak az átélése vagy tapasztalása jellemzi. A emlékeink, érzelmeink, érzéki képeink is fokozatosan felbomlanak. A második bardában a bennünk lévő hajlamokból és energiákból, amiket létrehoztunk a saját tetteinkkel, ismét megszületik egy test. Egy úgynevezett szubtilis test vagy mentális testnek lehetne talán fordítani, képződik. Tehát egy olyan test, amiben megvannak az érzékek, a tudatban számára ezek közvetítenek érzéki tapasztalásokat, de a fizikai forma nélkül. Tehát a fizikai forma nem keletkezik, nem megy le ez a újjászületés a fizikai forma szintjéig. És akkor következik ez a túlvilági bolyongás vagy barangolás a lélek, hát nem léleknek, mert a buddhizmus nem hisz léleknek, mondjuk a tudatáramlásnak, amikor a fizikai test korlátai nélkül mindent tapasztal, bárhol mondjuk a fizikai test szabta térbeli és időbeli korlátok nélkül, bármi a tapasztalás tárgyává tud válni, de hatást kifejteni nem képes, pont amiatt, hogy hiányzanak a cselekvési szervei. És ezek a lelki erők vagy tudati tendenciák, amelyek sodorják ebben a, vagy terelik ebben a túlvilági állapotban a tudati tapasztalást, ezek egyre intenzívebbé válnak, míg végül
annyira intenzívé válnak, hogy felmerül a tudatban egy olyan új világ vagy életkörnyezetnek a képe, amelyhez leginkább vonzódik, amelyet a saját tendenciái és hajlamai a leginkább meghatároznak, és akkor egyre ellenállhatatlanabbul vonzódik, örvénylik e felé a létforma felé, és akkor egyszer csak nem tudná tovább ott menni köztársaságban, mert ez beszippantja magába. És akkor következik a harmadik fázis, ez a bizonyos újjászületés bardója, amikor beleszületik valamilyen létformába. Mondjuk a buddhista tanítás szerint arra is van lehetőség, de ismétlem, hogy ellentétben azzal, hogy ezt az emberek hiszik, nem magától értetődő lehetőség, hogy az ember ebben a haláli utáni állapotban bizonyos szellemi gyakorlatokat vagy műveleteket hajtson végre, amelyek segítik őt abban, hogy a halál utáni állapotban elérje azt az eszményi célt, amit a buddhizmusban megszabadulásnak vagy megvilágosodásnak neveznek, hogy ki tudjon lépni a tendenciáknak ebből a körforgásából, ahol állandóan megszületnek és elmúlnak, keletkeznek és elmúlnak. Mégpedig azon keresztül, hogy tehát ez a megvilágosodás talán úgy lehetne elképzelni, hogy ez akkor következik be, ha az ember rádöbben arra, hogy végül is mindez, ami történik, akár születés, élet, halál, közteslét, újraszületés, ez mind végeredményben csak a saját tudatában megy végbe. Végső soron illúzió, nem abban az értelemben illúzió, mintha nem létezne, vagy nem fájna, mert fáj, de illúzió abban az értelemben, hogy végső soron ez csak a saját tudatunk játéka, kivetülése, tükröződése. And I think my father took it rather seriously because although I was 10 years old, 10 éves voltam, amikor apám meghalt. És nem sokat értettem még a vallásból akkor. Understanding of religion then, she was in a state of coma, not completely. Egyfajta kómába esett. Szerintem inkább meditált. Alig szólalt meg. Egyik nap eljött az egyik barátja, és kérlelte, hogy tegyen valamit a betegsége ellen. Ne hagyjon itt bennünket. Ő azt felelte, hogy ez megszokott dolog mi felénk. Nincs mitől félni. Minden a karmától függ. Azt is mondta, hogy az én életemnek már be kellett volna fejeződnie 6 hónappal ezelőtt. De annyi barátom imádkozott értem, hogy meghosszabbították. Bár én különösebben nem örülök neki. Egy reggel, amikor felkeltem, apámat már halva találtam. A bátyánk és a nővérünk elmondta, hogy igazi vallásos ember módjára halt meg. Éjjel kérte őket, hogy segítsenek neki, és hozzák oda a csamboxát, a szent dobozát. Kivett egyet a benne lévő papírok közül, azt, amelyik a titkos nevét őrizte. Mondanék néhány szót a titkos névről,
mert talán nem ismerik. Amikor egyesülünk magas tantri személyiségekkel, akkor kapunk egy titkos nevet, amit nem használhatunk egészen az utolsó pillanatig. Ha a halál pillanatában erre a névre gondolva meditálunk, akkor ezzel lépünk át a halálba. Gondolom, apámnak volt ilyen titkos neve, egy ilyen szent neve, és azt kérte, hogy mutassák meg neki. Amikor ezt megtették, akkor azt kérte a nővéremtől, hogy súgja a fülébe. Ő megtette, és apám csak annyit mondott. Jó. Ezután egyre gyorsabban kezdett lélegezni, és néhány perc múlva halott volt. Mint mondtam, bizonyos szempontból különlegesnek éreztem a halálát. A hitünk Buddha tanításaiban mélyebb lett. Útmutatás volt számunkra a jó élethez és a jó halálhoz, bár máig sem sejtem, hogy hol született újjá. Remélem, hogy az örökké valóságban.